épület hozzáépítésről lesz szó. Tehát ha van egy épületünk is, valamit hozzá akarunk építeni, arról már volt szó korábbi videókban, hogy itt az alaptesteket dilatálva, különféle trükkös megoldásokon lehet mellé dolgozni a mellé kerülő épületet. Most itt sematikus inderajzolom. Tehát itt alaptest kettőzés, alaptest mélyítés, ha szükséges, és így tovább dilatációk, stb. De mivel akkor, ha erősködünk, és azt mondjuk, hogy ehhez a falhoz mi hozzá tüskézzük a kapcsolódó szerkezetet, legyen az lépcső, vagy legyen a másik oldal, mondjuk egy terasz, amit letámasztunk, tehát hozzá dolgozunk. Mi fog ekkor történni? Egész egyszerűen tönkre fog menni. Tehát ez az összedolgozás akkor működik, hogyha az alaptestek együtt tudnának működni, de mivel utólagosan építjük, és ez már megmozdult, megsüllyedt, elhelyezkedett, ez az új szerkezet meg még nem. Tehát egész biztosan, hogy itt vagy lejtés probléma, vagy törés probléma, aztán beázás probléma fog keletkezni. Tehát magam részéről erősen kétlem azt a verziót, amikor valamit erőből összedolgozunk, és bízunk abban, hogy ez a szerkezet majd jól kapcsolódik. Tehát lehet nagyon sokat összetüskézni, lehet összevasalni, lehet egybebetonozni, de a szerkezeti mozgások úgyis megmutatják, hogy itt egy más mozgás van, mint itt, itt egy sokkal nagyobb teher van, mint itt, itt ez már régen elkészült, ez meg csak most. Tehát ez mind-mind azt okozza, hogy ezen a vonalon repedés és probléma alakulhat ki. Ettől függetlenül létezik az épületek összecsorbázása, falak összecsorbázása, szerkezetek egybevasalása, mint kísérlet, én úgy hívnám. Tehát valaki ebben hisz. A végeredmény legtöbbször sajnos az, hogy itt elreped a valami, eltörik a valami, de minden esetre a saját statikus tervezőnket kérdezzük meg, hogy ő mit javasol, ő mit gondol a helyzet, tehát ismerve, hogy itt milyen talajok vannak, hogy itt milyen vasbeton szerkezetek vannak, milyen súlyok vannak, milyen épületek vannak, milyen mozgások várhatóak, milyen mozgás különbségek várhatóak, hiszen azok okozzák a repedést, és utána lehet eldönteni, hogy melyik technológiát választjuk, az eldilatálom és külön életet él, hadd mozogjon, vagy pedig az egybe vasaljuk, és bízunk benne, hogy egybe is marad megoldást. Ebből a kettőből lehet alapvetően választani, épület hozzáépítéseknél, vagy hozzá dolgozásnál, utólagos hozzádolgozásnál, legyen szó lépcsőről, teraszról, vagy egy egész komplett másik épületről, mindig ez a két fő döntés, hogy melyiket választjuk a kettőből.